Köszöntöm Önöket, ez a Túra Bakancsa, vagy ismerjük meg térségünket, hagyományainkat. Kóstolták már a kötött tésztaleves dányádi módra, ha nem, akkor érdemes velünk tartani, hiszen azt is megmutatjuk, hogy hogyan készül ez a gasztronómiai csoda, és azt, hogy a cégén dányádiak és vendégeik hogyan ünnepelték az első szamos fesztet, tartsanak velem! A Szamosháton fekvő ikerfalvak, Cégény és Dányád 1912-ben hivatalosan is egyesült, ezt ünnepelték július elején a cégény-dányádiak. Az első szamosfesztet ünnepi istentisztelettel nyitották meg a település református templomában. Csak gratulálni tudok Szabolcs-Szatmár Pereg megyei kormányzat nevében és a 228 település nevében, hogy volt bátorságotok összefogni, megkezdeni, elkezdeni valamit, ami ennek a térségnek a hiánya, és reméljük, hogy valóban egy hosszú távú program lesz. Ehhez én minden segítséget meg tudok ígérni, mint találnak, és remélem, hogy polgármester kollégák, akik itt vannak, azok is egyként fognak össze a közös cél érdekében. Másnap reggeltől már a horgászoké és az afrikai harcsáké volt a főszerep. A hagyományossá vált cégény-dányádi horgászversenyt most a Szamosfest keretein belül hirdették meg. A Cégény-Dányádi Horgász Egyesület elnökével beszélgetünk. Csaba benn fogja nekünk mutatni, hogy az első Szamosfest horgász versenye mikor is indult, meddig tart, és mit lehet tudni erről a mai horgász megmérettetésről. A verseny reggel 6 órakor indult, és délig fog tartani. Utána majd eredményhirdetés, lesz egy ebéd, halászlé. Rotyog már az alaplé. Milyen halból készül ez az étek? Ez sokféle hal. Kárász, dévér lett az alaplébe téve, és a szeletek pedig ponty, amúr és afrikai harcsa lesz. Ezeket a horgászok is kifoghatják ebből a cégény-dányádi tóból? Természetesen, igen. Sokféle halunk van. Most telepítettünk afrikai harcsát a versenyre. Amúgy van benne ponty, amúr, kárász, busa, lesőharcsa, süllő, csuka, hát magyarul majdnem mindenféle hal, ami Magyarországon található. A Horgász Egyesület koordinálja itt a mai versenyt. Szerinted ki lehet esetleg esélyes az első helyre? Hát az első helyre, ha elfordulunk itt, pont szembe horgászik egy fiatalember, Tunyogmotorsról érkezett, hát ő közel 20 kilót fogott már afrikai harcsában. Úgy néz ki legalábbis eddig, hogy ő az esélyes. A többiek nagyon le vannak maradva? Nem. Hát vannak szemben, akik már olyan 15-16 kilót fogdostak. Itt ezen a sarkon, itt a kút mellett megint van, aki 14 kilót fogott. Hát még azért délig változhat a dolog, úgyhogy hát reméljük, hogy izgalmas lesz. Stábunkkal most megyünk is, és megnézzük ezt a bizonyos alaplevet, és akár meg is kóstolhatjuk. Abszolút finom. A Horgász Egyesület elnöke Csaba említette, hogy Gábor az egyik esélyes. Pontosan miért neveztél erre a versenyre, Gábor? Hát azért neveztem a versenyt, mert tavaly előtt is részt vettem ezen a versenyen, mert jó baráti kapcsolatot ápolok itt a faluban egy-két emberrel. Tavaly előtt sikerült megnyernem. Tavaly sajnos nem tudtam jönni munkahelyi elfoglaltság, mert az idén gondoltam, hogy újra eljövünk. És eddig jól állunk, első helyen vagyok, 20 kiló hallal, továbbiakban még akármi lehet. Pontosan mióta horgászol? Tehát ez ilyen kiskori, esetleg családbeli dolog, vagy éppen az elmúlt években fedezted fel ezt a sportot? Hát nagyon régi dolog, ez én Tunyogmatolcsi lakos vagyok, a víz a kertünk alatt van, hát én olyan 20 éve horgászom már. Hány éves vagy, Gábor? 32. Azért ez szép teljesítmény. Említetted, hogy tavaly előtt is részt vettél ezen a Cégény-Dányádi fesztiválon. Hát most ez a Szamosfest, ez egy új dolog, ez egy hagyományteremtő célra megrendezendő fesztivál első alkalommal. Van különbség a tavaly előtti és az idei verseny között? Hogy érzed horgászként? Annyira nagy különbséget nem érzek, szerintem a hal a vízben van, hát
Nem tudom, nem tudok különbséget tenni közte így. Esetleg többen jelentkeztek? Hát igen, voltak, hallottam, jelentkezők többen, de nem tudtak eljönni. Mi is készültünk többen a faluból, barátaimmal, csak ők nem tudtak eljönni még egy páron. Hát gondolom, hogy igen, többen lettek volna. A verseny még tart, kívánunk neked sok sikert, és még minimum 20 kilónyi halat. Köszönöm szépen. A gyönyörű természeti értékeket hátrahagyva, az 1830-as években épült helyi kúria felé vettük volna utunkat, ám gólyalábasokba ütköztünk. A fesztivál területén pedig jó hangulat és finomabbnál finomabb ételek várták a Szamos Fest résztvevőit. A kötött tésztaleves dányádi módra csak ajánlani tudjuk. A cégény dányádi élelmezés vezetőt kérdezzük arról, hogy hogyan készül ez a dányádi leves, mitől különleges, mitől lesz igazán cégény dányádi. Hát a kötött tésztaleves nálunk úgy készül, először is elnyújtjuk a tésztát, lehet hagyományos módon is, de újonnan még éppen nyújtjuk, és akkor a paprikát megabároljuk egy kis olajba, teszünk bele piros paprikát, sót, borsot, megkenjük a tésztát vele, utána feltekerjük szépen kis rudba, és kis gömöket kötünk belőle. Van kisebb göm, nagyobb göm, ki hogy óhajtja, ki hogy szereti, és akkor a zöldséget megpucoljuk, megfőzzük egy kis sós delikátos vízbe, teszünk bele egy kis erős paprikát, ez a lényege, hogy egy kis ereje is legyen a levesnek, egy kis burgonyát, ezt is belepucoljuk, belefőzzük, és bele a tésztát, és a tésztát ebbe a vízbe főzzük ki, és ez a lényege, hogy burgonya legyen benne, zöldség, petrezselyem, sárgarépa, és egy kis csipős legyen. Tehát az a lényeg, hogy csipős legyen. Andrea, szakácsként is működtél itt cégény dányádon. Mennyire szeretik ezt az ételt, ezt az étket itt a környékbeliek? Mennyire különleges ez a cégény dányádi kötött tésztaleves? Itt a faluba mindenki nagyon szereti. Tehát apraja, nagyja, itt mindenki nagyon szereti. És büszkék vagyunk rá, hogy a fiatalok is megcsinálják már ezt otthon. Van-e arról információt, hogy ez a leves honnan származik, illetve kitalálta ki, mióta lehet cégény dányádinak nevezni ezt a levest? Hát cégény dányádinak, hát mindenhol itt Szatmárban nagyon sok helyen főzik, de cégény dányádon én mióta élek, mindig. Egy jó pár éve már, mert én is édesanyámtól tanultam, nagymamámtól tanultam, úgyhogy én azóta ismerem itt cégény dányádon. Mitől különlegesebb ez a kötött tésztaleves? Mi az, amit pluszba beletesztek? Mi az a hozzávaló, amit így felsoroltál, ami tényleg dányádi módra készül, és tényleg dányádivá teszi ezt az étkert? Szatmárban sok helyen, ahol csinálják, nem mindenhol tesznek bele zöldséget sem. Tehát van, hogy magát csak a tésztát főzik bele a levesbe, mi még mellette nem csak sárgarépát, petrezselymet, hanem burgonyát is teszünk bele. Hogyan szoktátok tálalni, illetve mit ajánlsz esetleg mellé? Hát emellé semmit, tehát így maga a kötött. Egy jó pálinkát. Igen, hát azt lehet mondjuk, azt igen, azt lehet, szatmári szilva pálinkát, vagy alma pálinkát, de így magába a kötött tésztaleves is. Tehát tartalmas étel, ha sok tészta van benne, akkor laktató is, úgyhogy emellé éppen nem is muszáj semmit se úgy enni. De egy kis pörköltel, egy kis burgonyával, esetleg tésztával, meg még jobb. Andreának köszönhetően most már önök is tudják, hogy hogyan készül a kötött tésztaleves dányádi módra, hogyha gondolják, akkor készítsék el, és esetleg jöjjenek el cégény dányádra, és kérdezzék meg Andreát, hogy mi az a plusz, amit még esetleg ezekkel a hozzávalókkal tenni kell, hogy igazi dányádi tésztalevest kóstolhassanak otthon is. A gasztronómiai csodák elfogyasztása után sokan a hűst nyújtó fák alatt élvezték a bábszínházasok előadását. Bucival bejött. Következő kép, kicsikét szomorú, jöjjön Sándor, mondom szomorú, nem kell mindent mondani, csinálja uram. 10 éves, de tekintetekesen. Nem kell mondani, csinálja, tekintetekesen, mint amikor rizs cukor a kakaóban. Ne vigyorogjon már, szomorú. Alakulunk. Színesebbnél színesebb programokon vehettünk részt eddig is, de ugorjunk vissza egy kicsikét a tegnapi, a pénteki napra, július 6-ára, akkor volt a hivatalos megnyitó. Hogyan történt ez a megnyitó, pontosan hol köszöntötték az érdeklődőket és a cégindányádiakat, polgármester úr?
Hát köszöntöttük az érdeklődőket. Sajnos az időjárás egy picit közbeszólt, de a Cégénydájádi református templomban volt a megnyitó, ahol a kántus szolgált az Isten tiszteleten, ami szerintem egy nagyon nagy megtiszteltetés volt ennek a gyülekezetnek. Akik itt voltak a viharos időjárás miatt is, egy olyan jó 2 órás Isten tisztelet keretébe sikerült bemutatni a településnek a múltját és a jelenét. Egy kis kiállítás nyílt, egy olyan tisztelgés ez a kiállítás Ajtai Sámuel előtt, aki a templom építésében nagyon nagy szerepet vállalt, valamikor az 1800-as években, úgy, mint földes úr és adakozó ember. Ez a kiállítás nyílt, meg utána pedig Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnökével közösen megnyitottuk a fesztivált, és valahol elindítottunk egy olyan programot, hogy próbálnánk elindítani, hogy a szatmári térségnek végre legyen egy olyan igazi gasztro és népzenei kulturális hagyománya, ami a jövőben nem ezeket a hagyományos falunapokat és hát nem is szeretnék olyan szavakat használni, ami nem ide illik, de azt szolgálná, ami a szatmári térség érdeke, hogy az emberek ide jönnek, tudják, hogy a kötött tésztaleves, a töltött káposzta és minden olyan, ami Szatmárra jellemző, az milyen ízekben és hogy készül, és itt az igazi. Nem kell érte elmenni sehová, Szatmárba, Szatmárit. Polgármester úr szinte mindent elmondott, hogy miért is alkották meg ezt az első szamos fesztet. Hagyományteremtő célra rendezik meg ezt a fesztivált? Sajnos hagyományőrzést mi nem tudunk már végezni, mivel annyira kihaltak a történelmi gyökerek, és nem maradtak meg a történelmi hagyományok, hogy újra hagyományt kell teremtenünk. Ez az első szamos fest, de valójában az utolsó is. Nem azért, mert megszüntetjük, hanem azért, mert az 1100-as években egy monostor állt Cégénydányádon, ami a Szatmári térség közigazgatási központja volt. És szeretnénk a jövőben ezt monostori napokként futtatni, és valójában visszamenni abba az időbe, ami az 1100-1200-as évekre jellemző. Jelenleg készítünk el egy olyan pályázatot, ami saját pénzverdét és a monostor visszaépítését szolgálna a Cégénydányádon, és a turizmusnak valahol a Szatmári térség egyik központja lenne. Mi az, amire Cégénydányát polgármestereként nagyon is büszke lehet most 2012-ben is? Én először a Cégénydányádiakra vagyok büszke, azért, mert ez a település azért túlért nagyon sok mindent. Egy pici történelem, az 1600-as években nagyon elnéptelenedtek itt a falvak. Cégény volt az, amelyik nem is Dányád. Tehát ők megmaradtak. És ezek a települések, mikor egyesültek, mert a Szamos Fest igazi szerepe, 1912-ben Cégény és Dányád, a két község egyesült, és ez a mai Szamos Fest ennek az egyesülésnek a 100. évfordulójának tiszteleg. És hát mire is vagyunk még büszkék ezen kívül? Arra, hogy van egy csodálatos arborétumunk, egy 1830-as években telepített kert, egy közel 10 hektáros kert, ahol egy olyan platánfát lehet megcsodálni, amelyik úgy gondolom, hogy egyedülálló, akár Közép-Európában is. Csodálatos sétát lehet tenni a parkba és kipihenni magunkat. Észak-amerikai növényekkel a Kende család, Kende Zsigmond báró telepítette be 1830 és 35 között. Van egy református templomunk, aminek vélhetően az egyik alapja az 1181-ben már álló monostor alapjaiból is van. Van egy halastavunk, ahol most folyik jelenleg ugye a horgászverseny, és azt is szeretnénk, ha minél többen látogatnák a jövőben. Egyre jobban képülnek a közösségek a Cégénydányádi életbe, ami nagyon-nagyon hiányzott. Nagyon sok olyan kis közösségek, nagyon sok olyan kis közösség alakult, akár asszonykör, idősek klubja, vagy mondhatnám, hogy a foci csapatunkban csak-csak Cégénydányádiak vannak, amit nem nagyon mondhat el más. Van egy egyedülálló trianoni emlékművünk, ami nagyon kalandos körülmények között sikerült felállítani, de 3 olyan gyászos évszámra emlékezik, ami jelenlegi tudásunk szerint így magyar földön nem áll sehol. A kúriáról, a kastélyról mit kell tudni, mit érdemes tudni? Miért érdemes megnézni ezt az épületet? Ez a kúria, ez egy nagyon csodálatos dolog. Ugye azt tudni kell, hogy a Kölcsey család birtokolta, a Kölcsey családnak a Kende ága birtokolta a Cégényi részt az 1000-es évektől, már a honfoglalástól kezdve. És ez a Kende család építette fel, de a kúria is az 1830-as években épült újjá. Viszont az egyik oldalán van egy olyan vers, ami csak ide szól, és csak a Cégénydányádiaknak, és csak a Kendéknek szólt annak idején. Kölcsey Ferenc a pozsonyi országgyűlés hazajövőben írt egy levelet Kende Zsigmondnak, és abban már ezt a verset említette, hogy igazán ez méltó erre a kúriára. Most nem mondanám el a verset, nem mintha nem tudnám, mert tudom, tehát azért büszke vagyok arra, de én azt akarom, hogy jöjjenek el és nézzék meg, hogy mit is írt ide nekünk Kölcsey Ferenc, és miért volt arra büszke, hogy ez hozzájuk tartozik.
A színes programokon túl érdekesség, legalábbis számomra, és lehet, hogy önök számára is, hogy van itt egy pengő a kezemben. Ez, ha jól tudom, akkor direkt erre a Szamos Fesztre készül. Mit lehet tudni erről a pengőről? Hogyan használják itt Cégindányádon a mai nap folyamán? Tehát ez a pengő azért jött létre, mert nem szerettük volna, hogy az a forint mozogjon most itt, ami mindenhol már megkeseríti az emberek életét, hanem szerettük volna, hogy ez is egyedi legyen. Tehát aki ide most eljött, az tapasztalta, hogy nem székek és nem padok vannak, hanem zsákba varrott szalmán lehet ülni, mindenhol a népművészek árulják a portékáikat, bemutatók vannak, és én úgy gondolom, hogy nem illett volna, nem mintha csúnya lenne ez a forint, amit mi ma használunk, de nem illene ezekhez az emberekhez az, hogy ezt használjuk, hanem legyen saját pénzünk, és a fesztiválnak ez a saját pénze, ezzel lehet a szatmári étel kóstolásnál kifizetni az ételeket, értéke van, és úgy látom, hogy az emberek elég szépen vásárolják is. És hogyha már polgármester úr említette ezt a bizonyos kis sétányt, ahol különböző népművészek mutatják be portékájukat, menjünk és nézzük meg mi is. A Szamos Feszten a hagyományőrzése is nagy hangsúlyt fektettek. Dorinából igazi kis íjászpalánta lesz, sőt már az is, mióta íjászkodsz? Hát mondjuk úgy, hogy 2 napja, mert először a gyermeknapom, most pedig ma íjászkodtam. Hogy sikerült a mai íjászkodás? Nagyon jól. Tudod-e, hogy mit kell használni az íjászathoz? Íjvesszőt és nyilat. Miért próbáltad ki először a Cégindányádi gyereknapon ezt az íjászatot? Azért, mert megtetszett, mert már volt íjam, csak nem ilyen fajta. Nem ilyen igazi, hanem ilyen játékfajta. Említetted, hogy a mostani, ez a Szamos Feszti íjászkodás nagyon jól sikerült. Hányszor találtad el a táblát? 2-szer. De ha a nyilakat nem számolom, akkor 2-szer találtam el. Sokszor próbálkoztál amúgy, hogy ezt a 2 eltaláld? Nem. Mi a mai nap programja? Mit csináltatok eddig az íjászkodáson kívül, és mi az, amit még ki fogsz próbálni? Hát ültem a lovakon, és még... Kézműveskedést kipróbáltad? Azt még nem. Na hát akkor itt az alkalom, mert hogyha jól látom, akkor a barátnőid már ott várnak minket. Megyünk mi is kicsit kézműveskedni. Köszönöm szépen, Dorina! Szívesen! Kézműveskedés után a lovaglást is kipróbálhatták a gyerekek, és mint látszik, a nagyobbak is. Polgármester úr már nagyon dicsérte ezeket az ülő alkalmatosságokat, ezeket a szalma vagy széna zsákokat. Mónikával úgy döntöttük, hogy mindenképpen ki kell próbálni. Mikor érkeztél ki, kikkel és pontosan miért, hiszen nekem már mondtad, hogy te is Cégindányádi vagy. 11 óra felé jöttünk a 2 gyerekemmel, megnéztük a bábszínházat, nagyon érdekelt őket az arcfestés. És azért mondjuk el, hogy ők nem merték bevállalni ezt a kis beszélgetést, viszont nagyon szépen ki vannak sminkelve, arcfestve, mindenképpen megmutatjuk majd önöknek is, hogy hogy néznek ki Mónika csemetéi. Mi az, amit még ki fogtok próbálni, és mi volt az, ami még nagyon lekötötte a gyerkőcöket? A lovaglás érdekelt őket nagyon, azt ki is próbálták, mindketten. Hát még körbenézünk, mert még annyira nem tudjuk, hogy még mik vannak. De érdekli őket amúgy minden érdekli. Fiatal anyukaként, fiatal Cégindányádiként miért vagy büszke településedre, vagy mi az, amit mindenképpen megmutatnál egy ide látogatónak, vagy éppen dicséretes tényleg dányádi leves, étek, pálinka, bármi? Hát a lekvár, mert itt lekvár főzés is szokott lenni,
akkor a leves, a kötött tésztaleves, az is nagyon finom. Hát a nevezetességek közt én a kastélyt mutogatnám mindenkinek, a templomunk is nagyon szép. Hát meg az egész falu úgy, ahogy van, nekem nagyon tetszik. A szatmári líder elnökeként és Fehérgyalmat polgármestereként is üdvözölhetjük Tilki Attilát. Hát hogy itt a Szamos Festen, polgármester úr? A szatmári líder egyik fontos elképzelése és célkitűzése volt az, hogy a térségi rendezvényeket támogassuk meg Európai Uniós forrással is. Nem csak a régieket, amelyek már több éve ismertek, gondolok itt a halászlé főző, szilvalekvár főzőre, de akár a gyarmati vigasságokra is, vagy a panyalai pálinka fesztiválra, hanem az újonnan belépőkre is. Nagy öröm, hogy végre Cégény Danyád is részt vesz ebben a rendezvénysorozatban, hiszen bár egy pici település Fehérgyarmat mellett, de valójában a szatmári térség egyik legősibb múltjával rendelkező településen vagyunk, hiszen a Cégényi monostor az annak idején az 1200-as években a szatmári térség központi települése volt. Gyakorlatilag, ha mondhatjuk úgy is mai szóval élve, hogy a közigazgatás központja az Cégénydányád volt. És én örülök annak, hogy a új agilis polgármester úr keresett és talált magának egy olyan rendezvényt, egy olyan helyszínt itt a Kende kúria mellett, ami méltán illeszkedik a szatmári fesztivál sorozatba. Ugye Kende kúriáról is azért annyit illik tudni, hogy ő volt az a báró, aki annak idején a saját pénzéből oldotta meg a Túr csatorna kiépítését, tehát a Túr folyó szabályozása az ő nevéhez fűződik, valamint kölcseivel, a térség híres országgyűlési követével is nagyon jó kapcsolata volt. A Líder program kiemelkedő fesztiválja akkor ezek szerint a Szamos Fest. Fontos, hogy itt nagyon sok környékbeli település megmutatkozhat, bemutatkozhat. Itt van Fehérgyarmat sátra is. Mi az, amivel kedveskedtek az érdeklődőknek? A pályázati kiírásban, ugyanis ugye ez egy pályázat, az fontos feltétel volt, hogy térségi fellépők is mutatkozzanak be. Van, aki bemutatkozik művészeti csoportjával, van olyan település pedig, aki a szakács tudományával mutatkozik be. Mi most a másodikat választottuk, tehát a konyhával szereplünk a versenyen. Hát itt a hagyományos szatmár ételeket főzzük, a kötött tészta levestől a szilvalekváros fánkig mindent megtalál a kedves idelátogató. Meddig maradt polgármester úr ezen a rendezvényen? Hát országgyűlési képviselő is vagyok, és hogyha szombat, akkor rendezvények. Több rendezvény lesz, hát el fogok innen menni erről a településről egy másik térségbeli rendezvényre, de majd estére természetesen jövök vissza, hiszen nem udvarolva a helyieknek és nem udvarolva a polgármesternek, nagyon jó programot állítottak össze, hiszen fontos lenne a helyi szereplőkön túl, hogy igazából a magyar hagyományokra és a magyar népzenére támaszkodó rendezvény sorozat legyen, és ez pont ilyen. Köszönjük szépen polgármester úrnak, mi pedig tovább megyünk, hiszen van itt mi szem, szájnak és fülnek ingere. Julika néni és Bálint bácsi igazi cégénydányádiak. Miért örülnek annak, hogy ez a fesztivál most itt van, és hogy bemutathatják településüket? Mire a legbüszkébb, Bálint bácsi? Hát én arra vagyok a legbüszkébb, hogy még Cégénydányán ilyen megmozdulás nem volt. És most legalább megtudják sokan rólunk az arcvonalunkat, hogy mi is. Ez a település alakulása pedig nem mostani, 100 évvel ezelőtt alapították meg ezt a Cégénydányát, mert külön volt Cégény, külön volt Dányád. És akkor lett az, hogy Cégénydányád, ez a település, ennek a neve. Addig külön volt Cégény, külön volt Dányád. Miért örülnek, hogy ez a Szamos Fest most megrendezésre került? Mi az, amit eddig mondjuk láttak, vagy éppen meg fognak nézni Jordi néni?
Hát azért örülünk a legjobban, hogy legalább cigindanyádot is megismerik, és reméljük azt, hogy az elkövetkező időben szívesen fogják felkeresni. Cigindanyádot, hogy visszatérő lesz ez, úgyhogy hát eddig is nagyon sok látnivaló volt. Úgyhogy a néptánctól megkezdve a bábszínházig, a gólyalábasak, minden, és magas színvonalú előadásokat láttunk, úgyhogy nincs semmi olyan, ami nem tetszett volna, meg még az elkövetkezőben is, amik következik, szeretnénk megnézni. Julika néni miért szeret itt Cigindányádon lakni? Én Cigindányádon születtem. Úgyhogy én nagyon szeretem Cigindányádot. Itt nevelkedtem, nagyszülők neveltek, és itt éltem, itt születtem, itt élek. Úgyhogy én nagyon szeretem Cigindányádot. Bálint bácsi a beszélgetésünk előtt elmondta, hogy már 80 éves. Pontosan mi az, amit megmutatna egy idegennek, aki először jár itt Cigindányádon? Hát először ezt a parkot. Mert a parkban annyi látnivaló van, olyan fák, meg tehát az egész környezet olyan, hogy hát ezt sok ember nem látott. Ezt legelőször ezt tett. Most meg a fesztivál, én nagyon szeretem a népitáncokat, tegnap is lejöttem, azokat néztem. Én a gólyalábasokat is megnéztem, azok is nagyon lekötötték a figyelmet. Hát oda a bábszínházok, azok oda nem mentem, mert már kinőttem abból. Na akkor Bálint bácsi ajánlására meg is nézzük ezt a bizonyos parkot, a növényeket, majd a kúriát. A nagy színpadon pedig délután kiderült, a helyi horgász egyesület elnöke Bujjáki Csaba jól tippelt, a horgászverseny abszolút győztese Mikes Gábor lett, a díjátadó után pedig már a kulturális programoké volt a főszerep az első szamos feszten. Ez volt az első szamos fest, köszönjük szépen, hogy velünk tartottak Cigindányádon. Legközelebb a túra Bakancsal Nyírbátorban tanyázunk, akkor a 20. Szárnyas Sárkány Fesztiválra invitálnak minket. Addig is a viszontlátásra!